Ideje a kukába hajítani mindazt, amit eddig a háborúkról gondoltunk. Korunk fegyveres küzdelmeiben, a frontvonalaktól kezdve egészen a legmagasabb parancsnoki posztokig, a felderítéstől az öngyilkos támadásokig egyre nagyobb létszámban vesznek részt a nők. Üdvözlöm az Ázsia nézőit! Női harcosokkal és női békeaktivistákkal foglalkozunk ezen a héten adásunkban. A Közel-Kelet terrorkalifátusába, Sri Lankára és Dél-Koreába invitáljuk nézőinket. Az iraki kurd hadsereg női harcosairól már sokan hallottak, de azt már kevesebben tudják, hogy a szíriai kormányerő kötelékeiben is ezer számra harcolnak nők. Sőt, az iszlám állam hadseregében külön női alakulat is működik. Az Al-Kansa brigád női harcosai ugyanúgy a frontvonalban harcolnak, mint a férfiak, és ők se számíthatnak sok jóra, ha elfogják őket. Persze ők sem bánnak kesztyűs kézzel fogjaikkal, legyen szó szír, iraki vagy kurd nemzetiségű, szunnita, síita, keresztény vagy jezidi felekezetű foglyokról, férfiakról, vagy éppenséggel nőkről. Adásunkban két olyan vendég is szerepel, akik női szemmel vizsgálják a háborúkat, és nőként akarnak a békéért tenni. Nimmi Govrinatán amerikai kutatóval és Debora Ó koreai békeaktivistával Tóth Gábor kollégám készített interjút. Az iszlám állam bűvkörébe került és jelenleg az ISIS-ért harcoló nők esetében fontos megérteni, hogy milyen környezetben éltek korábban. De ez a helyzet világviszonylatban nem egyedülálló. Eritreában, Nepálban, Kolumbiában, Perúban, az itt harcoló fegyveres mozgalmakban a nők a fegyveresek 30%-át adják, és politikai képviseletükben változatos szerepeket töltenek be. A nőkre tehát politikai szereplőként kell tekintenünk, függetlenül attól, hogy erőszakos nőkről van szó. Minden nőnek vannak politikai elképzelései, és tőlük függ, hogy ezt milyen formában fejezik ki. A női harcosok esetében is azt látjuk, hogy ők a maguk módján politizálnak. Nimmi Govrinatán sri lankai tamil gyökerekkel rendelkezik, de Amerikában él és tanít. Colin Powell intézetében oktat, vendégtanári minőségben. Az iszlám állam bűvkörébe került nőket tanulmányozza. Azt vizsgálja, hogy a lányok és asszonyok miért vesznek fegyvert a kezükbe. Beszéljünk akkor arról a térségről és válságról, amit a legrészletesebben tárgyal a nemzetközi média, ez pedig a Közel-Kelet és az iszlám állam. Milyen szerepe van a nőknek az iszlám állam hatalmi struktúrájában és hierarchiájában? Tudjuk, hogy létezik egy kizárólag nőkből álló csoport, az Al-Kansa Dandár, amelynek női harcosai a frontvonalon harcolnak. Az iszlám állam nemrég nyilvánosságra hozott egy kiáltványt, amely a nők szerepéről világos útmutatást ad. Eszerint a nőket egyrészt a fronton harcolók támogatására, másrészt a frontvonalak igazi harcosaivá is kiképzik. Ezek a nők miért döntöttek úgy, hogy az ISIS-hez csatlakoznak? Sok oka van annak, amiért ezekhez a radikális mozgalmakhoz csatlakoznak. Itt különbséget kell tenni a térségből, tehát Szíriából és Irakból, aztán például a Tunéziából és a határos országokból érkező nők, illetve az Egyesült Királyságból, Európából és a többi térségből érkező nők között. Azon nők, akik a térségből érkeznek, életük során feltehetően olyan kihívásokkal szembesültek, mint az állami elnyomás vagy az iraki állam korábbi háborúiban megtapasztalt erőszak. És az általuk átélt erőszak miatt ezek a nők arra jutottak, hogy meg kell védeni életterüket, és meg kell védeni szunnita arab identitásukat. Mindez nem hagyott más lehetőséget számukra, mint hogy ezekben a körzetekben a radikális mozgalmakhoz csatlakozzanak. És a női harcosok abban a különítményben, amit említett, ők ugyanúgy harcolnak, mint a férfiak? Igen. Ugyanaz a feladatuk? Igen, a frontvonalban vannak. A legtöbb esetben, mint például Sri Lankán, de a többi háborúban is, ott harcolnak a frontvonalban. Sokan közülük parancsnokok. Gyakran külön egységekben harcolnak, de pontosan ugyanaz a feladatuk, mint a férfiaknak. És hány nő harcol ebben az alakulatban?
Nem ismerjük a pontos számot. A legtöbb efféle mozgalomban úgy 30%, de az iszlám államban ennél feltehetően kisebb lehet az arányuk. De mivel egyre intenzívebben kampányolnak a nők besorozása érdekében, ezért számuk feltehetően növekedni fog. A nyugati államokból fiatal nők, többségében 10 éves lányok érkeznek a térségbe, hogy az iszlám államhoz csatlakozzanak. Az efféle döntéseknek mi a pszichológiai összefüggése? A nők toborzása tekintetében sokat beszélnek a közösségi média szerepéről, de szerintem ezt a szerepet eltúlozzák. Ha a női harcosokat nézzük, mely témáról én is írtam, taszító és vonzó hatásokról beszélhetünk. Olyan erőkről van szó tehát, amelyek valakit a csatlakozás felé tolnak vagy húznak. Az iszlám állam esetében főleg a vonzerőről, a húzó erőkről beszélünk a közösségi média kapcsán. Arról van szó tehát, hogy a nők miért akarnak az iszlám kalifátushoz csatlakozni. Miért gyakorol rájuk akkora vonzerőt az iszlám állam? De sok nő esetében a taszító hatás érvényesül. Saját hazájuk vagy saját életük gyakorolja ezt a taszító hatást. Így van ez az Egyesült Királyság esetében. Sok bevándorló családba született, pakisztáni vagy bangladesi származású, esetleg más térségekből, például a Közel-Keletről származó lány esetében. Még ha személyesen nem is voltak elszenvedői az erőszaknak, családjuk, szüleik révén ők is elszenvedőivé váltak a politikai erőszaknak. Ennek az üldöztetésnek az öröksége formálja az első generáció gyermekeit, akik aztán erre az örökségre egy bizonyos módon az iszlám államhoz való csatlakozással reagálnak. Itt tehát különbséget kell tenni például az internetes közösségi média miatt az iszlám államhoz csatlakozó, az amerikai Colorado államban élő nő között, illetve az Egyesült Királyságban élő bangladesi tinédzser lányok között. Ők különböző okokból csatlakoztak az iszlám államhoz. Mit ígérnek valójában ezeknek a fiatal lányoknak azért, hogy az iszlám állam kötelékébe lépjenek? Ha az internetes közösségi médiát nézzük, akkor a mozgalom csak annyit kér, hogy üzeneteit tweeteljék, a Twitteren tovább küldjék. Az ISIS azonban ennél sokkal többet kér. Azt kéri az illetőtől, hogy áldozza föl az életét. De senki sem áldozza föl az életét azért, mert látott egy hashtaget. Az ISIS arra kéri az embereket, hogy csatlakozzanak egy olyan politikai mozgalomhoz, amely teljes odaadást, élete kockáztatását követeli meg tőlük. Szerintem azt minden lány tudja, hogy döntésükkel életüket kockáztatják. Aztán persze vannak más következményei is az efféle történeteknek. Például elvárják a lányoktól, hogy menjenek feleségül a mozgalom férfi tagjaihoz, így belőlük nem lesznek frontharcosok. Ami tehát a mozgalmon belül vár rájuk, különbözik attól, amire számítottak. Az iszlám állam harcosai, beleértve a nőket is, öngyilkos merényleteket követnek el. A támadók egy része tehát nő. Mivel tudnak rávenni egy nőt vagy egy fiatal lányt arra, hogy áldozzák fel életüket? Ezt egyszerűen képtelen vagyok megérteni. Több nő is öngyilkos merénőnek készült azok közül, a női harcosok közül, akikkel találkoztam. Azért jut olyan nagy figyelem az öngyilkos merénylőkre, mert cselekedetük nagyon sokkoló, hiszen felrobbantják magukat, ami meglehetősen sokkoló történet, ugye? De a lényeg az, hogy a legtöbb iszlám államhoz csatlakozó nőben már ott van az öngyilkos hajlam. Hiszen nem arról döntöttek, hogyan akarnak élni, hanem arról hoztak döntés lényegében, hogy meghalljanak. Az öngyilkos merénylet ebből a szempontból csak a halál egy formáját jelenti. A kérdés inkább az, hogy a világban miért van olyan sok nőben öngyilkos hajlam. Mi történt, aminek eredményeképpen olyan sok fiatal nő öngyilkosságot követel, és különösen ebben a térségben? Egyrésztről ott vannak a szíriai menekültek, akik legnagyobb részt középosztálybeliek, és közöttük a nők prostitúcióra kényszerülnek. Másképpen ugyanis a menekültáborokban nem tudnák a túlélést biztosítani. Aztán nőket fejeznek le, ott van a házasságon belüli erőszak, a nemi erőszak is. Ha azt kérdezzük, hogy miért követnek el öngyilkosságot a nők, erre az a válasz, hogy könnyű felfedezni a kapcsolatot a két dolog, ok és okozat között. Nem csak az iszlám államban, de Kurdisztánban is találunk női harcosokat. Azt feltételezem, hogy az ő motivációjuk azonban különbözik.
Igaz ez? Nem tudom, hogy így lenne ez. Amikor az ISIS megjelent a színen, a kurd harcosokat tekintették terroristáknak. De aztán jött az ISIS és annak női harcosai. Onnantól fejben különbséget kellett tennünk a jó és rossz női harcosok között. A kurd női harcosok hirtelen jó női harcosok lettek, az ISIS női harcosai pedig rosszak, hiszen mi ellenük vagyunk. Az emberekben az a kép él, hogy a kurd női harcosok az ISIS ellen harcolnak, pedig ők mindig is a szabad Kurdisztánért harcoltak. Az ISIS csak legutóbb került útjukba, ezért most ellenük harcolnak. Az iszlám állam női harcosai pedig az iszlám államért harcolnak. Igaz az, hogy az iszlám állam harcosai rettegnek a női pesmergáktól, vagyis a női kurd harcosoktól, mert ha egy női pesmerga harcos öli meg őket, akkor nem nyernek bebocsátást a paradicsomba. Így van? Nem hiszem, hogy igaz lenne. Erről én is olvastam, de itt inkább arról lehet szó, nem akarják, hogy olyas valaki keze által halljanak meg, aki az ő meghatározásukban nem tartozik az iszlámhoz. Ebből a szempontból nem nagy különbség, hogy egy férfi vagy egy nő kezétől halnak meg. Annak oka, amiért a női harcosok különösen értékesek, a következő. Ők a veszélyesebb területekre is eljutnak, hiszen kevésbé keltenek gyanút. Szerintem a női pesmerga harcosok ebben a tekintetben jelentenek az iszlám államra veszélyt. Nem a Közel-Kelet az egyetlen térség, ahol a válságövezetekben, a háborúkban a nők szerepét vizsgálta. Sri Lankán alig pár évvel ezelőtt ért véget a rettenetes polgárháború. Ebben a konfliktusban miképpen látja a nők szerepét, különösen a tamil oldalt tekintve, hiszen a tamil ílam, vagyis a tamil haza tigrisei között is voltak női harcosok, ugye? Igen. Munkám legnagyobb részében a tamil tigrisek soraiban harcoló nőkkel foglalkoztam, akik a mozgalom emberi erejének úgy 30%-át adták. Részesei voltak a katonai vezetésnek, de jó pár szerepben aktívak voltak. Részt vettek a háború legkeményebb csatáiban is. A háború véget ért, de ezt nem követte politikai megoldás. A kormány háborús bűnöket követett el a tamil tigrisek legyőzése érdekében. Sok nő halt meg a tamil tigrisek oldalán, becslések szerint mintegy 100 000 nő vesztette életét az utolsó 6 hónap során. A női harcosokat a kormány megpróbálta leszerelni és rehabilitálni. A legtöbb, amit a kormány megtett, és ez volt a legjobb eset, ezeket a nőket ismét nővé változtatták, szépségszalonokba és divatbemutatókra vitték őket, modellnek, varrógépet is adtak nekik. A legrosszabb forgatókönyv pedig úgy valósult meg, hogy sokukat megkínozták, és rengeteg szexuális bűncselekményt követtek el ellenük. Azokban a körzetekben még mindig jelen van a nemi erőszak és a prostitúció. Nagyon tragikus ez a történet. Egyes nők ugyanis egy politikai mozgalomhoz csatlakoztak, a maguk módján részt vettek a politikában, amiért az állam, nem is akármilyen állam, egy militarizált állam most szolgasorba vetette őket. Ráadásul ez az állam és a hadsereg napi szintű fenyegetést is jelent számukra. Rájuk nem vigyáz senki sem. A tamil közösségnek nincs olyan szervezete, amely védelmet gyakorolna felettük, a nők pedig még nehezebb helyzetben vannak. Mi hagyományosan úgy látjuk a háborút, hogy abban a férfiak az aktív szereplők, a nők pedig passzív szereplők. Ennek megfelelően a férfiak agressziót követnek el a nők ellen, a nők pedig elszenvedik ezt az agressziót. Helyes ez a megállapítás azoknak a női harcosoknak a tekintetében, akiket a különböző konfliktusokban mindenekelőtt a Közel-Keleten láthatunk? Szerintem azt még mindig kijelenthetjük, hogy a nőket általánosságban aránytalanul nagyobb részben érintik a háborúk. A nőket tehát mindig jobban érinti a háború, mint a férfiakat, köszönhetően annak a szerepnek, amit a nők világszerte elfoglalnak. A női harcosok is képesek szélsőségesen erőszakos cselekményeket elkövetni. Igen. A radikális mozgalmakhoz csatlakozott női harcosok legalább olyan erőszakosak, mint a férfiak. Sok esetben az egyik oldalon
oldalon harcoló nők végignézik az ellenség oldalán lévő nők elleni erőszakot, és nem mondanak semmit sem. Nehéz megérteni ezt, hiszen ha nőket látunk harcolni, azt gondolnánk, hogy női jogokért harcolnak, de nem. Még azt sem veszik észre, hogy ők valójában egy elnyomó rendszerért harcolnak. Egy olyan patriarchális mozgalomért harcolnak, amelyet férfiak irányítanak, és amelynek férfi uralomra épülő célkitűzései vannak. Itt arra kellett rájönni, azért harcolnak a nők, mert túl kell élniük. A konzervatív társadalmakban nem gyilkolják meg a saját jogaikért harcoló nőket, de valakit már azért is megölhetnek, mert szunnita, esetleg síita, vagy éppen tamil vagy palesztin. A nők is fegyvert fognak, ha harcolni akarnak, de ők a tamilok jogaiért vagy a szunniták jogaiért harcolnak. Itt minden csodálatos, a magyar konyha is fantasztikus. Deborah Oh egy dél-koreai békemozgalom követe, pontosabban regionális megbízottja európai területen. A Manhi Lee vezette kezdeményezés a mennyei kultúra, világbéke és a fény helyreállítására mozgalom nevet viseli. A rövidítése alapján HVPL-nek nevezett mozgalom tavaly ősszel Szöulban rendezett békevilág találkozót elképesztő külsőségek közepette, sok ezer külföldi vendég és több tízezer koreai önkéntes részvételével. Az elgondolás lényege az volt, hogy a föld háborúi sokszor vallási ellentétek miatt robbannak ki, így befejezésükhöz is nem csak a politikusokat, az egyházak vezetőit is meg kell nyerni. A rendezvényen jelenlévő, hivatalban lévő vagy már visszavonult államfők, egyházi vezetők, művészek és egyéb hírességek kihirdették a világbékét. Ez egy nagyon szép ország, amely Koreától nagyban különbözik. Remélem, egy nap itt is irodát tudunk létrehozni, így még több együttműködés történhet közöttünk, Korea és Magyarország között, és persze egész Európában is. Tavaly Szöulban a HVPL, a mennyei béke csúcs találkozóján a különböző felekezeteket képviselő vallási vezetők, különböző egyházakat képviselő vallási méltóságok összegyűltek és kikiáltották a világ békét. Ha 2015-ből visszatekintünk, mennyire volt sikeres a rendezvény? Azt kell mondanom, nagyon sikeres rendezvény volt, hiszen 4000 ember találkozott, hogy aláírják a béke megállapodást. Köztük volt 20 korábbi és hivatalban lévő elnök, államfő. A vendégek összesen 170 országból érkeztek. Voltak köztük egyházi személyek is, különböző egyházak képviseletében. A béke megállapodás mint egy ébresztő olyan volt a béke megteremtése érdekében. A szervezők, elsőként is a békeaktivista Manhi Lee, a HVPL elnöke, és Nam-hi Kim jó szándéka felől semmi kétség. Az ő részvételük ösztönzést adott sok embernek világszerte. De milyen korú, milyen nemű, milyen nemzetiségű, milyen felekezetű, és hívő vagy nem hívő emberek voltak azok, akik a világbéke megteremtésére vonatkozó felhívásra válaszoltak. Akik válaszoltak a felhívásra, akik tehát tényleg együtt akarnak velünk működni, főleg a fiatalok és nők közül kerültek ki. Egy hónapja Salvadorban rendeztünk egy kisebb béke találkozót, különböző egyházak, különböző női szervezetek és ifjúsági csoportok részvételével. Főleg ők látogattak el erre a rendezvényre, hogy a békéről tárgyaljanak. Találkoztunk olyan emberekkel, akik közvetlen részesei voltak a háborúnak, hiszen a hadseregbe a fiatalokat sorozzák be, az anyák pedig elveszítik fiaikat. Nekik van a legnagyobb szükségük a békére. Ők azok, akik békefelhívásunkra válaszoltak, de a rendezvényen a legfelsőbb bíróság tagjai is ott voltak. Hogy ők miért vettek részt? Azért, mert együtt megpróbáltuk lefektetni a háború ellenes nemzetközi törvények alapjait. Ők válaszoltak a mi felhívásunkra azért, hogy a
nemzetközi jogon változtassanak. A világpolitikai jelenlegi realitásai mennyiben tükrözik azt a jó akaratot, amely a tavalyi szóli békecsúcson megnyilvánult? Például ott van az ukrajnai háború, de a harcok tovább folytatódnak, és a konfliktusok száma növekszik a Közel-Keleten és Afrikában, Szíriában, Nigériában és máshol. Ezek a realitások miképpen passzolnak össze a béketalálkozó szervezőinek jó szándékával? Mi helyi és nemzetközi szinten önkéntesek bevonásával próbálunk tenni a békéért. Meghívjuk a harcok sújtotta területeken élők képviselőit. Persze nem mindenki számára volt könnyű az utazás, köszönhetően a háborús állapotoknak. Ők levelet küldtek nekünk, amiben azt írták, együtt akarnak működni velünk a béke érdekében. Megpróbáltunk közvetlen kapcsolatba kerülni ezekkel az emberekkel, hogy együttműködjünk a világ béke megteremtése érdekében. Kedves Debora, ha megenged nekem egy személyes hangú kérdést, nagyon érdekel, hogy egy fiatal vonzó hölgy miért nem azt a tipikus életet éli, mint amit a többi fiatal? Miért nem élvezi csak úgy az életet, hallgat zenét, miért nem jár el bulizni a barátaival? Szóval miért szenteli az életét a béke terjesztésének ilyen fiatalon? 3 éve költöztem Koreába, mert Amerikában nőttem fel. Amikor Koreába kerültem, rátaláltam erre a szervezetre, a HVPL-re. Elsőként is az elnök keltette fel a figyelmem, aki immár 85 éves, de még mindig a világbékéért dolgozik. Vannak persze mások is, akik a világbékéért dolgoznak, de az ő esetében azt láttam, milyen sokat tesz, milyen keményen dolgozik. Ez megérintett engem, hiszen én 24 éves vagyok, ő pedig 85, így én elvileg sokkal többet tehetnék a békéért, mint ő. Azt kérdeztem akkor magamtól, miért ne tegyek én is a világbékéért, ha van rá időm és van rá energiám. And what are your plans? És mik a tervei a HVPL-nek? My actual plan is to become a teacher. Tanítónő szeretnék lenni, a kisiskolások tanítása a főszakom, de szeretnék önkéntesként is dolgozni, a tanítást pedig a béke terjesztésére felhasználni. Így talán képzést vagy szemináriumokat tarthatok azoknak, akiknek igazán szükségük van a békére. Ennyi fért mára az Ázsia magazinba. Ha kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, kérjük írjanak az azsia@hirtv.net e-mail címre. Adásainkat megnézhetik a Hír Televízió honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!